ez lesz a világ legnagyobb kupata. Igen, ez lesz. Hát legyen. Annyira vagy, a világ legnagyobb. Egy újabb szeptember, egy újabb mosolygó óvoda tanév és egy újabb takarítási világnap itt a Mosolygó Központi Óvodában, amely hát nem tudom, hogy tényleg szükséges, hiszen én, ha itt szétnézek, olyan nagyon nagy, hát nem koszt, nem leveleket, gesztény, nem látok. Nem is azért találtuk mi ezt ki, ezt az egész világ nap megünneplését, hanem a szemléletformálás, ez nagyon fontos a 3-6 éves korú gyerekek számára, hiszen az alapokat itt rakjuk le, hogy a környezetünk mennyire fontos, hogy gondozzuk, hogy ez a miénk, és arra nagyon, de nagyon nagy figyelmet kell fordítani, hogy azért takarítunk, azért, hogy megóvjuk a környezetünket minden behatástól, mert ez a miénk, erre vigyázni kell. Úgyhogy ennek ilyen küldetésnyilatkozata van igazából. Hát igen, most olvastam, hogy az a világban most több száz millió fiatal tiltakozik, demonstrál, hát ugye a klíma kérdései miatt. Hát azt gondolom, hogy ilyen picibe kell ahhoz kezdeni, hogy tényleg valamit el is érjünk, és már a gyerekekben kialakuljon ez ideje korán. Igen, amikor arról van szó, hogy az iskolában ugye nyomon követjük a gyermekek fejlődését, a szülőkön keresztül visszajelzést kapunk, hogy mennyi minden hasznos dolgot visznek a mosolygós gyerekek a kis batyújukba, hiszen nem lépnek rá a csigára, minden olyan dolgot, amit megkapnak a fáktól, az erdőtől, azt hozzák csak haza, nem tépik le, nem tapossák, nem rongálják a szemetet, meglátják, hogy az el van dobva, és hogy igazából teljesen olyan viselkedési formákat vesznek fel, ami valóban alátámasztja a mi nevelési céljainkat. Hát igen, de valahol nagyon szomorú az, nem? Hogy most is fiatalok demonstrálnak, ahogy említettem, tehát mint hogy tényleg csak a fiatalok vennék komolyan, igaz, hogy az ő jövőjükről van szó, na de hát mi meg a gyerekeinkre, meg az unokáinkra adjuk a világot, és mégis tényleg a fiatalok csak azok, akik tényleg úgy Isten igazából kiállnak ezért. De legalább kiállnak, és ez a lényeg. Azaz, oda, bele a gödörbe. Jó? Dolgozol, fiam? Igen, hiszen fel tudom dolgozni. Látom, hogy fel dolgozol. Csak keményen, jó? Nagy. Jó, hát ti is hozzáteszitek a magatokit, maradjunk ennyiben. Viszont, hát nem csak azért vagyok én itt, mert hogy takarítási világnap van, hanem azért is, mert bizony-bizony itt van egyből, ahogy belépünk a óvoda területére, balra egy amolyan tündérkert, aminek van egy története és van egy folyománya is. Igen, mivel zöld óvoda lettünk, 2019. január 21-én átvehettük Budapesten a zöld óvodai címünket. Ezért azt gondoltuk, hogy nagyon fontos, hogy a gyerekeknek ezt a zöld gondolkodását nem csak a zöld jeles napokon keresztül mutassuk meg, hanem legyen egy saját kertünk is, legyen egy olyan közege a mi udvar részünknek, ahol tevékenyen tudnak tenni azért, hogy nekünk is legyen valami kis zöld szigetünk. És azt mi kitaláltuk, hogy akkor magas ágyásokkal ellátjuk a mi udvarunkat, és mindenféle növényeket telepítünk bele. Utána elkezdődött nem csak a maga a zöld környezetnek a kialakítása, hanem utána egy ilyen meseszerű dolgot kerítettünk köré, és van nekünk egy tündérkelt mesénk is, és a tündérkelt meséhez megépítettünk magát a tündérkertet is. És akkor mi a folyamánya? Mert hogy ezzel aztán valami történik is. Igen, tehát teljes felépítése a mi kertünknek úgy történt, hogy 3 generációt hívtunk ide az óvodába, tehát a nagymamákat, a szülőket és a gyermekeket is, és együtt megpróbáltuk létrehozni ezt a kertet. 52 növényfaj található a mi kertünkben, és tehát olyan növényeket próbáltunk összetársítani, amik szeretik egymást, és támogatják a növekedésüket egymásnak. Tehát ez egy külön tudományág, ebben mi egy belső továbbképzésen vettünk részt,
és úgy tűnik, hogy igen, szép eredményeket értünk el, mert nagyobb termés hozamunk volt, ahogy a mezőgazdászok szoktak mondani, és bevontuk minden egyes munkafázisába a gyerekeket. Tehát mindenhol ott voltak a gyerekek, és láthatták, hogy a pici magból milyen kis növénykezdemény alakult ki, és abból aztán, hogy milyen termést hozott. Például ilyen volt a brokkolink, senki nem látott még virágozni brokkolit, mi láttunk, és rácsodálkozás volt, hogy hoppá. Például a krumpli, tehát igazából hát megvesszük a piacon, hú de jó. De nekünk igazi krumplink volt, és mi születeltük ki a földből. Tehát, hogy ez az aha élmény, ha lehet ilyet mondani, egy kerttel kapcsolatosan. Egyébként meg tényleg tündéries ez az egész kertünk, és egy nagy, nagy misztikum veszi körül, hogy ott lakik a tündér a fán. És hát többször is említettem én már azt, hogy ennek folyománya is volt, méghozzá olyatén módon, hogy három pályázaton is lehet így hívni, három pályázaton is vettetek részt ezzel a tündérkerttel. Igen, annyira magabiztosakká váltunk ebben, hogy talán jó úton haladunk, hogy szerettük volna ezt megmutatni a nagyvilágnak is. Első körben a mezőberényi Orlai Petrics Soma Kulturális Központ által lebonyolított Magyarország legszebb konyhakertje pályázaton pályáztunk. Nem a saját kútfőnkből, hanem megkerestek, hogy mi lenne, ha. És nagyon örültünk ennek a kezdeményezésnek. Ennyire nem voltunk magabiztosak, de azzá lettünk, és elindultunk ezen a pályázaton, és úgy tűnik, hogy nagyon tetszett az ítészeknek a mi kertünk, a közösségi konyhakert kategóriában indultunk, úgyhogy holnap lesz a Káposzta Fesztivál, és akkor oda meghívtak bennünket, nem tudjuk, hogy miért, de biztosan azért, mert tetszetős volt a mi kertünk, ez volt az egyik pályázat. A másik pedig az iskolakert alapítványnak volt egy pályázata, ez egy budapesti pályázat, ezen a pályázaton külön díjat kaptunk, és volt még egy harmadik is, az pedig, puskázom, az 5. országos iskolakert hálózati találkozón kiállításra hívtak bennünket, ahol egy kiállító standon be kell mutatnunk a mi tündérkerti gyakorlatunkat, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk, mert Budapesten mezőberényi óvodaként megmutatni, hogy milyen a mi zöld óvodai gyakorlatunk, mint iskolakerti gyakorlat, az nagyon jó dolog, én azt gondolom. Ugyan, a település értéktár kiállítása nem ezzel kapcsolatosan volt az a bizonyos kis kiállításotok is? Nem, az az értéktár kiállításon, mivel a maga a zöldág járásunk lett értéktáras, ezért a zöldág járást próbáltuk valamilyen színes módon megjeleníteni, én úgy gondolom sikerült is, úgyhogy inkább a zöld óvodaságunknak a zöldág járásos részét láthatták a kedves érdeklődők. Na minden esetre, hogyha képletesen akarnám mondani, akkor vetettetek, és most aztán aradhattok szépen. És hát úgy néz ki, hogy tényleg sikeres ez a projekt, amiben itt belekezdtetek. Csináljátok a gyerekekkel, ők is élvezik, gondolom, ti is élvezitek, és hát ez mindenkinek az örömére szolgálhat. Hát az biztos, hogy mi nem csak a nevünkben mosolygunk, hanem valóban mosolygunk is a világra, úgyhogy az innovációkat és az újdonságokat mindig szeretjük, mindig kitalálunk valami újat, ami a gyerekeknek a nevelését segíti, és mondjuk lehet, hogy érzelmileg is többek leszünk tőle. Én is köszönöm.